Manapság egyre többen, minden harmadik ember használja a világhálót. Az internet már egészen korán jelen van a fiatalok életében, átlagosan 3-4 éves kortól. A szülők gyakran nem ismerik gyermekeik internet használati szokásait, nem beszélnek otthon ezek biztonságos használatáról. A közösségi oldalakon sok esetben felelőtlenül osztanak meg képeket és bejegyzéseket a fiatalok, amelyekhez akár idegenek is hozzáférhetnek. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi években egyre gyakoribb a közösségi zaklatás, ami a Kriminológiai Intézet felmérése szerint sokkal súlyosabban érinti a fiatalokat, mint a fizikai bántalmazás. Az ilyen jellegű zaklatás a nap teljes 24 órájában érheti a fiatalokat, ugyanis tehát ha nem kapcsolja ki a mobiltelefont, akkor bármikor elérhető. Tehát itt ez alatt az ilyen durva tréfákat kell érteni, illetve kedvezőtlen pozícióba elkészített fényképek továbbítását. Tehát fiatalokra is oda kell figyelni a szülőknek, és tehát legtöbbet mi szülők tehetünk az internetes bűncselekmények megelőzése érdekében. A telefonos internetezésnek és a letölthető alkalmazásoknak köszönhetően a mobilon tárolt adatokhoz, mint például a képeink vagy a névjegyzékünk is könnyen hozzáférhetnek, ha nem biztonságos és körültekintően csatlakozunk a különböző hálózatokhoz. Nőtt az internetes vásárlások száma is, ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen vizsgálja ezeket az oldalakat. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelemmel kísérik az online értékesítési tevékenységet folytató vállalkozásokat, aprólékosan vizsgálják a kiválasztott kereskedelmi felületeket és webshopokat, valamint azt, hogy betartják-e a jogszabályi előírásokat. A vásárlás során a vevőknek is sok mindenre figyelni kell. Szerepelnie kell a weboldalon például a nevének, a székhelyének, az elérhetőségeinek, telephelyének, postai címének, vagy akár e-mail címének is. Így bizonyosodhatunk meg arról is például, hogy magyar vagy külföldi vállalkozástól vásároltunk-e, és hogyha problémánk lenne a termékkel, akkor hogyan érhetjük el a kereskedőt vagy a szolgáltatót. Érdemes megnézni az általános szerződési feltételeket is, különösen a szállítás és a fizetés részleteit, az elállási jogról, jótállásról, szavatosságról való tájékoztatást és a jogérvényesítési lehetőségeket is. Amennyiben lehetőségünk van arra, érdemes az utánvételes fizetést választani. Itt csak azért a termékért kell fizetnünk, amelyet valóban megkaptunk. A fogyasztóvédelem összesen 169 webáruházat vizsgált a tavalyi év során, ezek 88%-ánál találtak valamilyen hiányosságot. A leggyakoribb panasz az volt, hogy nem megfelelően tájékoztatták a vásárlókat.